A mozgáskorlátozott férfi horgászathoz vásárolt távirányítású etetőcsónakját próbálta ki ma a déli órákban a csónakázó tavon, ám elvesztette az irányítást a szerkezet fölött, és a kis hajó elsodródott. A férfi elektromos kerekesszékéből csónakba ült és utána evezett. Miután meglett a mini hajó, a férfi visszaindult a kikötőbe, de közben elfáradt, ezért a szigethez evezett, és a napozóágyaknál ki akart szállni a csónakból. Ám az megbillent, és a férfi beleesett a vízbe. A Szavária szakgimnázium 18 éves tanulója a partról rohant a szigetre, hogy segítsen. Osztálytársa felvételt készített a mentésről. Azt annyit vettünk észre, hogy oda a túloldalra át akart menni, és hát mi szerintünk ki akart mászni, elfáradt az úr. Aztán oda mentem, mert láttam, hogy beleborult a vízbe, egybe futottam. Aztán pont akkor kaptam a kezét, mikor már lecsúszott volna neki. A fiú egyedül nem tudta kihúzni. Hamarosan két futónő is érkezett, és együtt segítették partra a férfit, aki vastag ruházatot, gyapjú mellényt viselt. Egy másik hölgyel futottunk itt a szigeten, a hölgy futott előttem, és én arra lettem figyelmes, hogy egy fiatalember, aki ott horgászik, egyszer csak nagyon gyorsan neki állt futni, és amikor ideértünk a hídhoz, akkor láttuk, hogy a fiatalember már próbálja, egy úr beleesett a csónakból a vízbe, és hogy próbálja kihúzni, majd a hölgyel mi is a segítségére siettünk, és így hárman nagy nehezen sikerült kihúzni az urat a vízből. A megmentők elmondták, nem is gondolkodtak, azonnal tudták, hogy segíteniük kell. Pléddel takarták be a férfit, és hívták a mentőket. Traumaként érintett egyébként, de úgy de jó érzés volt, hogy lehet életet mentettem ennyi idősen. A mentők kivizsgálásra a kórházba vitték az idős férfit.